világhíradó válogatás, amiről a héten lemaradt. Fekete füst száll fel a házak közül Afrin külvárosában. Valószínűleg egy török lövedék talált be a lakótelepre, ahol már komoly lövészárok rendszert alakítottak ki a kurdok. Bár a törökök már egy hónapja megindították ellenük az olaják fedő nevű hadműveletet, az élet láthatóan nem állt meg Afrinban. Az utcák tele vannak járókelőkkel, a boltok kirakataiban pedig büszkén lógnak a népvédelmi egységek elnevezésű kurd milícia zászlói. Ők azok, akik a legtöbbet tették azért, hogy a szíriai török határról és más szíriai területekről is kiűzzék az iszlám állam fegyvereseit. Törökország szerint azonban a népvédelmi egységek nem más, mint a kurdisztáni munkáspárt szíriai megfelelője, és mint ilyen maga is terrorszervezet. Ezzel az indokkal jelentették be január 20-án, hogy bevonulnak Afrinba, és megtisztítják a várost a kurd fegyveresektől. A szíriai kormányerők azonban nem nézik jó szemmel a török benyomulást, főleg mivel a kurd harcosokkal Damaszkusz jó kapcsolatokat ápol. A szíriai külügyminiszter helyettes ezért pontosan egy héttel ezelőtt bejelentette, a szíriai hadsereg Afrinba vonul a kurdok megsegítésére. Megismétlem, hogy ellentámadást indítunk a török művelettel szemben, és ellenezzük a török agressziót Afrinban és Észak-Szíriában. Hangsúlyozom, hogy a szíriai kormány a területünk minden négyzetmilliméterét meg fogja védeni, mondta a szíriai külügyminiszter helyettes. A kijelentés hatalmas diplomáciai vihart kavart. Törökország bejelentette, hogy az afrini hadműveletet a tervek szerint folytatják, és ha a szíriai csapatok beavatkoznak, abból szó szerint katasztrófa lesz. Recep Tayyip Erdoğan török államfő eközben Vlagyimir Putyinnal telefonált, és őt is tájékoztatta arról, következményei lesznek, ha szövetségese az Assad kormány felsorakozik a kurdok oldalán. A török külügyminiszter egy televíziós műsorában megerősítette, egyelőre ez nem történt meg. A török elnök pedig arról beszélt a parlamentben, már csak pár nap és végleges csapást mérnek Afrinra. Még szükségünk van egy kis előkészületre a terepen, de Afrin belvárosának ostroma napokon belül elkezdődik, jelentette be Erdoğan. Közben Szíriában egy másik frontvonalon, a Damaszkuszhoz közeli Kelet-Gútában is aktív harcok zajlanak. A szíriai kormányerő vasárnap este óta bombázza az itt összezsúfolt mintegy 400 ezer kormányellenes lázadót. A támadásnak már több mint 100 halottja és 400 sebesültje van. A 7 éve tartó szíriai polgárháború becslések szerint összesen már mintegy 500 000 ember életét követelte. Tüntetők tömege követelte szerdán a gépkarabélyok betiltását Florida fővárosában. A szövetségi állam egyik középiskolájában 17 ember tölt meg egy kicsapott diák egy ilyen fegyverrel. A republikánusok és mások, akik nem akarják szigorítani a fegyvertartást, mindent megtesznek, hogy kerüljék a témát. Mentális okokról beszélnek, de egyikünk sem pszichológus. Ne a kifogásokat keressék, mondta az iskola egyik diákja. A demonstráción felszólalt az orlandói terrortámadás egyik túlélője is. A floridai város egyik meleg bárjában egy iszlamista szélsőséges 2016. júniusában 49 embert megölt és 58-at megsebesített. Részvétet nyilvánítanak, imádkoznak, de nem tesznek semmit. Tisztelt képviselő urak, megfogadtam a tanácsukat és én is imádkoztam. Magukért, hogy tükörbe nézzenek és visszautasítsák a fegyverlobbi pénzét, mondta a túlélő. A diákok át akartak adni egy petíciót a kormányzónak, aki hivatala szerint egy áldozat temetésén volt. Azt ígérte, találkozik a demonstrálókkal. Közben a washingtoni Kapitóliumnál is tüntettek. Félek, hogy a következő lövöldözés a mi iskolánkban lesz, és hogy a családom majd azt a hírt kapja, hogy nem éltem túl. Nagyon dühös vagyok, hogy ilyen régóta tart a vita a fegyvertartás szigorításáról, mondta egy marylandi középiskolás. Diákokkal, tanárokkal és szülőkkel találkozva Donald Trump azt ígérte, szigorítják azok átvilágítását, akik fegyvert akarnak venni. Mint mondta, a jövő héten tárgyal a kormányzókkal. Nem értem, hogy miért vehetnék akár én is gépkarabélyt. Olvastam, hogy egy 20 éves ember 5 perc alatt tudott venni egy ilyen fegyvert egy lejárt személyivel. Ennyi iskolai lövöldözés után hogy lehetséges ez? Kérdezte a floridai ámokfutás egyik túlélője. Az amerikai elnök szerint más lett volna a helyzet, ha fegyvere lett volna annak az edzőnek, aki életét feláldozva védte meg a diákokat.
Trump szerint a tanárokat is fel lehetne fegyverezni. A tanároknak elég dolguk van, nem lehet rájuk bízni, hogy elvegyék valaki életét. Senki nem akar tébolyult szociopatákat az iskolákban, akiket egyébként sem érdekel, ha ott van valakinek fegyvere, mondta egy 2012-es lövöldözés egyik áldozatának apja. A floridai szenátus elhalasztotta egy fegyvertartást szigorító javaslat megvitatását. Közben országszerte több államban is tüntettek a diákok. Néhány tankörzet büntetést helyezett kilátásba. 10 árva gyerek felügyeletét vállalta magára ez a moszuli nő, akinek egyébként a saját családjában brutális pusztítást hagyott maga után az iszlám állammal vívott háború. Több rokonát megölték, másokat fogságba hurcoltak, őket azóta sem látta viszont. Azonnal segítségre lenne szükségünk, mindenki csak ígérget, de semmit sem kapunk. Alapvető élelmiszerekhez nem tudunk hozzájutni. Ez nem csak az én helyzetem, minden ismerősöm, barátom és szomszédom is ugyanerről számolhatna be, mondta. Mások igyekeznek újraindítani a vállalkozásaikat, amelyeket akkor hagytak el, amikor az iszlám állam terroristái miatt menekülni kényszerültek Moszulból. A boltomat szinte teljesen lerombolták a harcokban. Igyekeztem helyrehozni, de alapanyagok hiány nagyon nehéz. Még a házamon sincsen most ajtó, és tűzhelyet venni sincs pénzem, sorolja problémáit egy helybéli férfi. Az ENSZ becslései szerint a harcokban 20 000-nél is több lakóépület semmisült meg, vagy vált életveszélyessé. A nyugati városrész szinte teljesen megsemmisült. A helyreállítási munkálatok közben a temetetlen holttesteket is össze kellene gyűjteni, de erre sincs elegendő erőforrás. Ráadásul a sarokba szorított iszlám állam még a veresége biztos tudatában is taposó aknákat és különböző robbanó csapdákat helyezett el a város számtalan pontján. Kampányvideóban beszél Silvio Berlusconi. A korábbi olasz kormányfő körül hiába robbantak ki óriási botrányok az elmúlt években, a pártja által vezetett koalíció a jövő heti választásig egyik komoly esélyese. A bukott politikus üstökösként tért vissza a politikába, és jobbközép, hajrá Olaszország pártjával, két szélső jobboldali formációval lépett koalícióra. Olaszországban sokak számára ma is a stabilitást jelképezi. Hogy is ne szavazhatnék Berlusconira? Évek óta alappillére a politikának, és szerintem azok után, amiken átment, sikeresen hozza vissza Olaszországot Európa első helyére, mondja ez a 23 éves olasz nő. Az előrejelzések szerint várhatóan a 81 éves politikus koalíciója nyeri majd a legtöbb széket a törvényhozásban, ő maga azonban nem foglalhat helyet újra a parlamentben. Silvio Berlusconi háromszor volt az ország miniszterelnöke, 2013-ban azonban adócsalás miatt elítélték, ezért nem töltheti be újra a tisztséget. A politikus körül több súlyos botrány is gyűrűzött. Vádolták például azzal, hogy kiskorú prostituáltnak fizetett szexuális szolgáltatásért, de több korrupciós ügye is volt. Berlusconi az elmúlt időszakban mégis újra felhelyezte magát a politikai térképre. Állítólag vegetáriánus lett, sokat hangoztatja, hogy hűséges kapcsolatban él, és sokat mutatkozik állataival is. Szakértők azt mondják, pártja bárki is jelöl majd a kormányfői posztra, a valós hatalom Berlusconi kezében összpontosul majd. Szerencsére az emberek kezdik megérteni, hogy a vádak mind hazugságok, az embereknek még mindig nagy bizalmuk van felém, és továbbra is én vagyok a legnépszerűbb jelölt, még akkor is, ha nem indulhatok, mondta Berlusconi. Olaszországban március 4-én tartanak majd parlamenti választásokat, az, hogy a jobb-közép koalíció kit jelöl majd miniszterelnökként a jövő héten derül ki. Kilépett októberben a jobbközép nemzeti cselekvés pártjából Mexikó előző first lady-je, hogy függetlenként induljon az idei elnök választáson. A politikus átlátható kormányzást ígér. Tudom, hogy mexikóiak milliói fáradtak bele a pártok politizálásába, és abba, hogy a politika a pénzről és a hatalomról szól, mondta a jelölt. Másik ígérete, hogy visszahívja az utcára vezényelt katonákat, hogy ezzel is csökkentse az erőszakot. Kampányában segítségére van férje is, aki 2012 végéig volt mexikói elnök. Támogatom a feleségemet, és szívesen segítek neki támogatókat gyűjteni a polgárok között, mondta az előző államfő. Szintén független jelöltként szerepel majd a szavazólapon a határmenti Új León szövetségi állam kormányzója. Az 59 éves politikus adócsökkentéseket ígér a választóknak. Sabemos que vamos a tener... Nincs elég pénzünk, a média nem a mi oldalunkon áll, de folytatjuk. Megmutatjuk, hogy minden szavazóval tudunk kommunikálni. Ők döntenek, mondta a jelölt. A harmadik független induló Guerrero szövetségi állam egyik szenátora.
Ő tavaly februárban jelentette be, hogy kilép a Balközép Demokratikus Forradalom pártjából. Olyan kormányt szeretnék alakítani, amely az állampolgárokért dolgozik, és olyan országot építeni, amilyet megérdemlünk, mondta a jelölt. Az elnökválasztást a főváros egyik volt polgármestere nyerheti. Másodikként a Nemzeti Cselekvés pártjának előző elnöke végezhet, harmadikként pedig az előző pénzügyminiszter. Női börtönt látogatott meg a tájföldi Chiang Mai városában 10. Ráma táj király első házasságból született lánya. A hercegnőt külföldi vendégek is elkísérték. Köztük az ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatalának regionális képviselője. A tájföldi szabályozás miatt talán papíron nem túl zsúfolt a börtön, de közel 2000 embernek valójában az. Megvizsgáljuk, hogy lehet csökkenteni a zsúfoltságot nem csak itt, hanem egész Dél-Kelet-Ázsiában, mondta a tisztviselő. A börtönben fogva tartott 1982 nő 4/5-ét kábítószer csempészet vagy drogkereskedelem miatt ítélték el. Az édesanyáknak helyet biztosítanak csecsemőik szoptatásához, amire bátorítják is őket. Másoknak sejemszövést vagy masszást oktatnak. A kábítószer csempészetért vagy drogkereskedelemért elítélt nők azt állítják, pénzre volt szükségük a gyerekneveléshez vagy a családjuk eltartásához, mondta a börtönigazgató. Az intézet egyike annak a 10 tájföldi börtönnek, ahol kísérleti jelleggel gyakorlatba ültették azokat az irányelveket, amelyeket az ENSZ közgyűlése 2010-ben fogadott el a női fegyencekkel való bánásmódról. Amióta 7 éve ide kerültem, fokozatosan javultak az életkörülményeink. Akkoriban ez még egy nagyon mocskos férfi börtön volt, de mára tisztább lett, mondta egy rab. A tájföldi lakosság körülbelül 1/10-ét teszik Dél-Kelet-Ázsia népességének. Az országban bebörtönzött személyek mintegy 40%-a főleg kábítószerekkel kapcsolatos törvényszegések miatt került a rácsok mögé. Kutyaszobrok mellett állva tiltakoznak állatvédők a kutyahús fogyasztása ellen a téli olimpia egyik helyszínénél. Szerintük a kormány szándékosan nem tisztázza az ebek jogi besorolását. A kormánynak meg kell értenie, hogy a társadalom más, mint 30-50 éve volt. Megnőtt az állatok jogaival kapcsolatos tudatosság, egyre többen tartanak kutyát házi állatként, mondta egy aktivista, aki szerint még így is kutyák millióit vágják le a húsukért évente. A hatályos törvények lehetővé teszik a kutyák tömeges tenyésztését, akár csak a leölésüket, amely csak akkor büntethető, ha kegyetlenül végzik. Nem tiltják a fogyasztásukat sem. Nem értek egyet azzal, hogy abba hagyjunk valamit csak azért, hogy megfeleljünk a külföldiek elvárásainak. Nyilván mindenkinek megvan a véleménye, de nem erőltetheti rá másokra, mondta egy helyi lakos. A kutyahús fogyasztása csökkenőben van, mert egyre több dél-koreai már házi állatként tartja az állatokat, amelyek húsát már főleg csak idősebbek eszik. A kormány csak akkor foglalkozik a kérdéssel, amikor ilyen nagy nemzetközi rendezvényt tartunk. Utána elnémulnak, a közvélemény pedig elfelejti az egészet, anélkül, hogy lényegi változás történne, mondta egy kutyatulajdonos. Egy nemzetközi állatvédő szervezet szerint Dél-Koreában mintegy 17 ezer kutyafarm működik. Az állatokat sok helyen embertelen körülmények közt tartják. Manapság már nem vágnak le kutyákat a piacon, és vidéken sem adja el senki a kutyáját, hogy levágják. Én azért tartok kutyákat, hogy távol tartsák az idegeneket. Természetes módon fognak elpusztulni, mondta egy idős hölgy. Újságírók a téli olimpia egyik helyszínénél is találtak egy éttermet, amely kutyahúst szolgált fel. A tulajdonos nem volt hajlandó nyilatkozni. Mi nem találtunk olyan helyet, ahol kutyahúst árultak volna. Mostanában sokan tartanak kutyát házi állatként, a kutyahús fogyasztása már csak a múlt maradványa, mondta az olimpiai szervezőbizottság szóvivője. A hatóságok korábban arra kérték a vendéglőket, hogy a játékok ideje alatt ne szolgáljanak fel kutyahúst. Az éttermek viszont attól tartanak, hogy így elveszítenék állandó vendégeiket.